Ha már megkaptam az első megszólalás lehetőségét, engedjék meg, hogy a hölgyeket elsőnek én köszöntsem nőnap alkalmából. A nő című versel, amit Vörös Sándor fogalmazott meg, és utána még egy másikat, egy rövidet, az már személyesebb, az majd egy élmény, de az is önöknek szól. Tehát a nő tetőtől talpig élet. A férfi nagyképű kísértet. A női mind, mely élő és halott, úgy, amint két kézzel megfoghatod. A férfié mindenről egy csomó. Kétség, bölcsesség, nagy könyv, zagyva szó. A férfi akár bölcs, vagy csizmavarga, a világot dolgokká széthabarja, s még zúg körötte egy-egy örök áram, címkék között jár, mint egy patikában. Hiába száll be földet éseget, mindig semmiségeken át üget, mert hol egység van, részeket teremt, és névvel illeti a végtelent. Lehet kis ember, lehet nagy vezér, alkot s rombol, de igazán nem él. Csak akkor él, vagy tán csak élni látszik, ha nők szeméből rá élet sugárzik. A nő mindennel pajtás, eleven, csak az aprózó résznek idegen. A tétlen vizsgálótól összefagy, mozogj és mozgasd, s már királya vagy. Ő lágy sóvárgási helyzeti erő. Oly férfit vár, kitől mozgásba jő. Alakja, bőre, hívást énekel, minden hajlása életet lehel. Mint menny a záport, bőven osztogatva, de hogyha bárki kétkedően fogadja, tovább libeg, s a legény vérük sértve letottyan címkéjének bűvkörébe. Valóság, eszme, álom és mese. Úgy fér hozzá, ha ő a köntöse. Mindent, mit párja bölcsességbe ránt, ő úgy visel, mint cinkos pongyolát. A világot, mely észnek idegenség, bármeddig hántod, mind ő néki fájtla, s végső királynői díszruhája a mesztelenség. És akkor egy emlék, illetve lehet, hogy egy vágyálom, ha szabad önök elé tárnom. Ő ezt a verset Váci Mihály írta, a címe pedig a Cigánylány. Egy rég elhamvat nyáron láttam, a cséplések aranyporában. Ment fel a porszínű mennybe, szalmafelhővel görnyedezve. Az ostoráfont sugaraktól a bőre kikicsattant olykor. Ment fel a szőke kazalra, hő, a szomorú barna. Szipogva táncolt a töregben, térdét hűs vödrökkel törette, a pejvahordó nyele két sebbé csókolta a tenyerét. Ha ő vágta fel, mintha élne, úgy bomlott vállára a kéve, és irgalomért a kalászos rossz szál mind lehajolt a hajához. Éjarca körül olyan tűz lett, mint a csesztohovai szűznek. A hajába pergett magoknak fényei este fölragyogtak, s a kontyára hult kalász pejhe fejét éjjel körül derengte. Könnyű, szép kicsi melle, mintha madárka lenne. Az inge alatt félve, verdesve bújt a szívére.
A férfi nép kikacagta, tenyerét remegőn odakapta. A szeme kék volt, mintha belőle vadgerlice inna. Soká a falomra, ha nézett, a galamb odarakta a fészket. Ha fáradtan ült le, a forró szél is kikerülte, s lábainál, mint a komondor, lihegett fulladva a porttól. Ha jól tudom, talán még utána is ment a faárnyék. Hazafelé zöld hűvösök cirógatták a fű között. A holdat nézte, mendegélt, s mennybe vitték a jegenyék. Az egész nem igaz. Álom. Fekszem és kitalálom. Csak hogy valami fájjon. Köszönöm. Nagyon szépen megköszönjük I. és Péter előadó művésznek mai nőnapi zenés irodalmi délután hangulatát, igazán jó megalapozó előadását. Nagy-nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár és a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület nevében a nőnapi zenés irodalmi délutánunkon. Köszöntöm a sok-sok hölgyet és azt a jó néhány bátor férfit, akik merészkedtek ennyi nő közé eljönni. Azt hiszem, hogy egy tapsot megérdemelnek. Bihari Albertné vagyok, a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület alapító titkára. Rendezvénysorozatnak, amely immárom 9 éve nagyon nagy közönséggel tartja magát, és minden évben nőnapon megrendezünk, a kezdeményezője. 2012-ben határoztuk el, hogy a nőnap környékén a női írókra, költőkre irányítjuk a figyelmet, hiszen megérdemlik, nagyon sokan vannak közöttünk, a régiónkban is, valamint országos jelentőségi írókat is meghívtunk már eddig. Néhányat említek, Karafiát Orsolya is vendégünk volt a 9 év alatt, aztán Vasvirág, Erdősvirág, Falcsik Mari, és még sorolhatnám hosszú a névsor. Fontosnak tartjuk, hogy a régiónk női alkotóit bemutassuk itt. Ezt is megtettük már néhányszor, és most abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy egy olyan írónőt sikerült meghívnunk, aki nagy szeretettel fogadta el a meghívásunkat, aki nem csak itt a régiónkban híres neves, hanem országos hírű író lett, aki az idén Artisius díjban részesült, ehhez gratulálunk, Kovács Juditot köszöntöm szeretettel. Nagy szeretettel köszöntöm a másik vendégünket, Pap Tünde Judit költőt, aki szintén nyíregyházi kötődésű, és hát itt a díjaknak a sorozata következik, hiszen ő a Szány próbálgató 2020-as pályázatán bronz érmet nyert. Gratulálunk Tündének is! És harmadikként egy Szány próbálgatót mutatok be, mégpedig Katona Rebeka Dorkát. Örülünk, hogy sok ifjú tehetség van körülöttünk. Ő a Krudik Gyula gimnáziumnak a nagyon tehetséges növendéke, és aki beszélgetni fog velük, a tanár úr, Gerlicki András irodalomtörténész, a Krudik Gyula gimnázium tanára, állandó vendége a 9 éve megrendezendő nőnapi rendezvényünknek. Zenés irodalmi műsorról beszéltem. Itt majd Csernák Mónika és Csernák Tibor is közreműködik majd a végén egy zenés duettel. Szeretném őket bemutatni, bár tudom, hogy nem kell, de szeretettel köszöntjük őket is. És végezetül, de nem utolsó sorban mutatom be könyvtárunknak az igazgatónőjét, Tomaszowski Anitát. És dr. Mercs István irodalomtörténészt, a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület elnökét. Először megkérem Tomaszowski Anita igazgatónőt, hogy köszöntse a kedves vendégeket.
Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár nevében. Külön köszöntök minden kedves hölgyet, és hát még nagyobb tisztelettel és szeretettel köszöntöm a megjelent urakat, hiszen az urak nélkül nem lenne igazi nőnap a nőnap, hiszen az ő figyelmességük és kedvességük az, ami miatt mi nők a nőnapon még jobban kiemelten a figyelem középpontjában lehetünk, de persze nem csak ilyenkor, nőnapkor, hanem egész évben figyelnek ránk, előzékenyek és kedvesek velünk. Ugye ezt külön köszönjük nekik. És nem is akarok hosszú köszöntőt mondani, hiszen férfi társam majd ezt megteszi a hölgyeknek, viszont szeretném elmondani, hogy a könyvtár nagy örömmel csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, és minden évben örömmel leszünk szervező partnere a Kulturális Egyesületnek, és mutatjuk be a női írókat, írónőket, és hát büszkék vagyunk rájuk, hogy egyre többen vannak itt a régióban, a megyében és a városunkban, és szívből gratulálunk a díjakhoz, díjazottaknak, és hát a felnövő fiatal generációnak pedig sok sikert kívánok, hiszen fontos, hogy legyen majd utánpótlás, és itt a megyei és városi könyvtárban tudjuk majd bemutatni első és sokadik kötetét is. Úgyhogy örülök, hogy itt vagytok, itt vannak velünk, és kívánok ehhez a zenés délutánhoz nagyon jó szórakozást. Köszönöm szépen! Kedves hölgyek, asszonyok, nők, lányok, annyiféle megnevezés van a nőre, ahány nő van. Vagy ami férfinek még kétségbeeső, ejtőbb, annyiféle megnevezés van a nőre, ahány ember lakik egy nőben, és ezt nekünk olykor-olykor nagyon nehéz kiismerni. Azt szoktam mondani, hogyha leülök egy sportmérkőzést nézni, hogyha férfi kézilabdát nézek, akkor hogyha egy csapat csapnivalóan játszik, akkor az végig csapnivalóan játszik, és nagy valószínűséggel kikap. Na most a hölgyeknél ez nem így van. És az életben sem így van. Lehet, hogy az első 5 perc az csapnivaló, de a következő 15 perc az felemelő és frenetikus, majd utána jön valami egészen más, és egy megint másik, és megint másik periódus. Tehát nem unalmas a sport sem a hölgyeknél, és az élet sem a hölgyek mellett. Én annak nagyon örülök, hogy az Egyesületünk visszatérő rendezvényei közül ez az egyik legnépesebb. És annak is nagyon örülök, hogy vannak férfiak, akik bemerészkednek az oroszlánbarlangba, és annak is örülök, hogy valójában meg mégiscsak többségében hölgyek ülnek itt, mert a társadalom kicsit úgy működik, hogy meg kell nekünk küzdeni azért, hogy jó ünnepeink legyenek. És én arra biztatok minden hölgyet, hogy merjen ünnepelni. És arra biztatok minden hölgyet, minden alkalommal, hogyha valaki kicsit figyelmetlen, kicsit szórakozott, kicsit elgondolkodott, akkor figyelmeztesse egy ajtónál, hogy állj meg, mert én hölgy vagyok. És ne azért állj meg, mert hölgy vagyok, hanem azért, mert mi vagyunk együtt azok, akik egy úton haladunk, és mi vagyunk azok, akik nektek, férfiaknak tudunk erőt adni úgy, és tudunk rátok úgy figyelni, hogy oda se nézünk. Ez egy nagy talány egyébként, hogy a nők úgy látnak dolgokat, hogy közben valószínűleg másfelé néznek. Egy picit távoli hasonlattal nagyon szeretem, József Attila vers sorban van egy egészen más témájú versben, mint termékeny, másra gondoló anyának ölén. És ez valahogy így érezheti magát egy gyermek is, meg így érezheti a férfi is a nő mellett, mint termékeny, másra gondoló anyának az ölén. Tehát mi férfiak szaladgálunk, és próbáljuk ügyeinket intézni, mint színes fonált, az életünket gombolítani, és közben azért a tekintet az mindig kísér. De úgy kísér, hogy ez nem bántó és nem sértő, hanem pont, hogy bátorító, de úgy kísér, hogy nem blokkol, nem akadályoz, hanem pont, hogy megerősít. Tehát nagyon sokfajta női viselkedési mód van, nagyon sokféleképpen szólíthatunk egy hölgyet. Egy dolog viszont biztos, amit Ripple Rónai József is mondott, már pedig ő elég sok hölgyel is dolgozott, mint festőművész, hogy egy nő csak akkor szép, ha boldog, és csak akkor boldog, ha szeretik. És a szeretet rengeteg formája, amit adhatunk egymásnak, mi férfiak adhatjuk a nőknek, és igen, az itt jelenlévő hölgyek is
adhatják akár egymásnak is, megerősíthetik egymást a nőiességükben, az, ami igazán örömtelivé teszi a női létezést, és ami igazán örömtelivé teszi a férfi számára azt a pillanatot, amikor meglát egy nőt. Mert sajnos igazságtalan a társadalom abból a szempontból, hogy mindig a nőben a szépet keressük, de mégiscsak igazságos, mert a szépnek is pont annyi formája van, ahány nő. És valójában minden nő szép, és minden szép pedig női attribútum. Épp ezért én biztatok mindenkit, hogy továbbra is ilyen szép számban ünnepeljék a hölgyek egymást, és biztatom a férfi kollégákat is, hogy fejlődjünk fel hozzájuk. És akkor az a kellemes zsivaj, amit az rendezvény előtt volt, akkor az többször megüti majd a fülünket, mert egészen más zsivaj az, mint gyakorló tanárként bemegyek egy olyan terembe, ahol 22 fiú ül. Ez kedves, csevelyes, van, aki csak halkan suttogott, volt, aki erősebben beszélt, de mindenképpen kedvesség, kellem és báj volt benne. Úgyhogy szeressék a hölgyeket, a férfiak, szeressék a hölgyek magukat annyira, hogy a férfiak még jobban szerethessék őket. Köszönöm szépen. Nagyon szépen megköszönöm igazgatónőnek a kedves, szép szavait, a támogató együttműködését, hogy egy ilyen rendezvény létrejöhet itt a Megyei és Városi Könyvtárban. Köszönöm elnök úrnak az igazán léleksimító, lélekmelengető gondolatait. Azt hiszem, hogy most mi nők kicsit kihúzhatjuk magunkat, és kicsit hiszhatunk is most ezektől a szép szavaktól. És most pedig egy férfiúnak adom át újra a szót, Gerlicki András irodalomtörténésznek. Köszönöm szépen. Én is köszöntöm az itt megjelent összes hölgyet a közönség soraiban, beszélgető partnereimet, Jolikát és Anitát, akik keretet adtak ennek a rendezvénynek. Irodalomról, írásról fogunk beszélni. Női írók, író nők ennek a beszélgetésnek a címe. Én magam is úgy gondolom, hogy nem csak a szöveg fontos, hanem az a lélek, az a gondolat is, ami a szöveget létrehozza. Kovács Juditnak már harmadik regénye jelent meg a Magvető kiadónál, és erre az írói teljesítményre véleményem szerint az egyik legrangosabb irodalmi elismerést kapta, az Altisius díjat. Szkárosi Endre a laudációjában két fontos fókuszpontot emelt ki az életműveddel kapcsolatban. Az egyik a tények tiszta pontossága, őszintessége a történésznek, a levéltárosnak a lelkiismeretességével és igazság szeretetével, a másik pedig az író finom érzékenysége, lélekismerete. Mennyire pontos ez a két fókuszpont, és ebben benne van az a kérdés is, hogy hogyan jutottál el az első szépirodalmi szövegekig? Az első szépirodalmi szöveg levéltárosként követtem el, röviden az 1817-es éhénységet kutattam, és elmentem az országos levéltárba is, ahol a helytartó tanácsi levéltárban a szegénység, Szatmár megyei szegénység folyamodványait. Nem hallatszik? Tehát ahol a... Most jó. Tehát ahol a Szatmár megyei szegénység folyamodványait olvastam, hogy gyakorlatilag 100 ával haltak éhen, és fakérekből őrölt lisztből sütöttek kenyeret, és ezt a mintát csatolták. Ez 2005-ben volt, pontosan már nem emlékszem, és akkor kihullott az ölemből, ebben nagy árkusokból peregtek ki ezek a kenyérminták. Borzasztóan néztek ki, gondolhatják. És akkor elgondolkodtam, hogy mi az a szegénység, mert nyilván van most is szegénység. És azt is gondoltam, hogy azt az érzést vagy hatást, amelyet belőlem kiváltott ez a kenyérminta sorozat, talán nem úgy kellene, kivételesen nem úgy kellene megírni, ahogy az x-edik levéltári tanulmányt vagy szakcikket írom, forráshivatkozásokkal, stb. És akkor kitaláltam,
hogy egy főjegyző, jó magasrangú vármegyei hivatalnok szájába adom a szót, és egyes szám első szemébe ő mondja el annak a borzasztó esztendőnek a történetét. És ez megjelent a levéltári évkönyvben, és ne vegyék dicsekvésnek, de nagyon tetszett a kollégáknak. Balta professzor mutatta be a levéltári évkönyvet, ő is nagyon megdicsért. Ez még nem volt tisztán szép irodalmi szöveg, mert a legvégére odabígyeztettem, hogy MOL, helytartó tanácsi levéltár, pam-pam-pam. De a csírája itt van. Barta János történész professzorra gondolsz? Igen, ő mutatta be igen a levéltári évkönyvünket. Hát itt kezdődött valahogy, tehát az a gondolat fogalmazódott bennem, hogy másképp is el lehet mondani a történetet, ami a történelem részévé vált az 1817-es éhínség, mint ahogy megszoktuk, ahogy tanuljuk, kutatjuk, és szembesülünk vele. És igaz, hogy egy magasrangú vármegyei hivatalnok mondta el, de a hétköznapi ember nézőpontjából, tehát a kisember, a hétköznapi ember, amikor elszenved valamit, akkor az 1817-es éhínséget, ezekben a regényekben pedig a 20. század nagy történelmi traumáit, tehát a II. Világháborút, a kisebbségi sorsot, internálás, deportálás, stb. Hát így kezdődött valahogy. A kettősség, hogy történészként hogyan írunk meg egy témát, de szép irodalmi eszközökkel hogyan írjuk meg, és ennek a kettőnek valahogy az egybesimítása, amivel kísérleteztem, illetve folyamatosan kísérletezek, vagy ha úgy tetszik, mérem, vigyázok, hogy ha regény vagy rövidebb lélegzetvételű próza születik, hát ne bújjon már ki belőle a történész, és ne kezdje már el magyarázni, hogy de így, meg úgy, meg amúgy, hanem működjön az a szép irodalmi szöveg úgy, hogy nagyon pontos legyen a történelmi háttér, de az csak háttér legyen. És akkor az, aki megélte, az a hétköznapi ember, az a kisember, az szóljon, az beszéljen, és rajta keresztül ismerjünk meg egy másfajta történelmet. Egy olyan történelmet, amely nincs benne a forrásokba, a tankönyvekbe, mert hát úcska közhely, hogy a történelmet a győztes... Hogy van ez? A győztesek bizony. Igen. Na, a győztesek írják, ezt pedig én úgy fordítom le, hogy... Ezt úgy fordítom le, hogy mi az a történelem, amit mi történelemként vagy múltismeretként ismerünk. Hát hatalmi érdekek határozzák meg, politikai érdekek, hatalmi érdekek, hogy mi kerül be a millió történetből, ami az emberiségnek van, mi kerül be, mi marad fönn. És jó, akkor itt be is fejeztem, mert szerintem válaszoltam az András kérdésére, de ez egy kedvenc témám, és ebben nagyon el tudok merülni és veszni. Amikor a jelzőket kerestem az írói stílusodhoz, akkor valami ilyesminél maradtam meg, hogy higgadt és pontos érzékenység. Egyébként tanúja voltam én is, nem az első ilyen írásoknak, hanem amikor a Vörösposta kocsihoz megérkezett az első kéziratod. Bocsánat. És ott már újjongtunk. Tisztán szép irodalmi szöveg volt, nem volt lábjegyzet, semmi nem volt. Így az van. Volt az első. Igen, akkor az külön, egyébként is szerencsésnek éreztem magam, de így meg pláne, ha ez valóban első is. És épp azon újjongtunk, amit te is mondasz, hogy nem szakmai történelem tudomány, és nem tiszta történelmi regény, hanem a kettőnek nagyon finom, érzékeny egyensúlya. És aztán a többit már az olvasók is ismerik természetesen. A három regényed persze nagyon erős figyelmet von magára folyamatosan, és úgy látom, hogy nem csak a megjelenéskor, hanem van utóéletük is ezeknek a regényeknek. Az is fontos, és szerintem, ha valaki valamelyik művedet elolvassa, látja, hogy ez irodalom és az, hogy mi még, azt tőled kérdezem meg, egy dolgot mindenképpen persze nekem is ki kell mondanom, hogy olyan emberi, erkölcsi, lélektani, egyéni és közösségi műveletek, amiket nem nagyon szoktunk megcsinálni, kimondani a múltat, visszatekinteni, végig gondolni, kik vagyunk, mi a sorsunk a világban, mit cipelünk magunkban, de hagyom ezt az ést, irodalom és...
kísérlet, folyamatos próbálkozás, mégiscsak megismerni azt a múltat, amely a miénk is. Akkor is a miénk, ha nem éltünk még mondjuk a második világháború alatt, és azt követően a második vagy harmadik nemzedék vagyunk, de akkor is itt van, még mindig itt van a jelenünkben. Azok a közösségi traumák, tragédiák, amelyeket a nagyszüleink, dédszüleink, vagy az idősebb nemzedéknél a szülők elszenvedtek. És én nagyon szerencsésnek gondolom magam, mert nem kerestem azokat a történeteket, amelyek utána fogva tartottak, és azon gondolkodtam, hogy mit kezdjek velük, hanem szembe jöttek velem. Annyiban tudatos volt ez, hogy 2007-ben, augusztus 18-án egy diktafonnal felkerestem a nagynénémet, hogy beszéljen nekem arról, hogy milyen volt a fiatalságuk. Az édesanyámmal nagyjából egyidősek voltak, az édesanyámmal akkor már nem lehetett beszélni, mert haldoklott, és én nagyon sajnáltam, hogy nem kérdeztem, amíg még lehetett. Valahogy akkor merült fel bennem ez a vágy vagy igény, hogy többet tudni arról, amikor ő gyerek volt, vagy fiatal volt. No, és akkor semmilyen olyan szándékom nem volt, hogy regényt írjak majd valamikor. Nagynéném beszélt nekem, 35-ös születésű volt. Utána egy elvitt, hogy a háborút jobban tudja, egy Bözsike néni. Utána kerültem egy Miki bácsihoz, és sorolhatnám végig, férfiak, nők, 26 személy. Volt közöttük falusi fejkendős, parasztnéni, báró kisasszony, pedagógus, villanyszerelő, boltos, és sorolhatnám. Nyíregyházán, Uroson, a felvidéken, a férjem családjának tagjai körében. És én csak gyűjtöttem ezeket a történeteket. És akkor egy idő után kiválasztódott a második világháború. És az, hogy olyan titkokat szó szerint tudtam meg, amelyet soha nem mondtak el senkinek. És akkor elgondolkodtam, hogy mit kezdjek én ezzel. Tudtam, hogy aki elmondta, akkor 80-valahány éves volt, hogy hamarosan el fog menni, és akkor miért mondta ezt el nekem, nem kérdeztem, mégis elmondta, és mit kezdjek vele, odáig jutottam, leegyszerűsítve a történetet, hogy megírtam. Először csak egy novellaként jelent meg a Holmiban, közölte a Holmi, utána a Jelenkor közölt egy másikat, aztán a végén kerekedett belőle egy regény, ez a Megtagadva. Nincs leírva benne, hogy Nyíregyházán, illetve Uroson játszódik, mert mindenütt ugyanazt élték át az emberek, a bombázásoktól a fronton át, a nők megerőszakolásáig, Málenki robotra húzolásig, de mi tudjuk, akik itt élünk, hogy ez Nyíregyháza, és a mellette lévő Oros, az én falum embereinek a szenvedés története. Bármilyen nagy szó, tényleg így van. És hát ugye ez megszületett, ez a regény, ahogy András mondja, ki gondolta? Én nem gondoltam, amikor írtam, kétségek között voltam, hogy kit érdekel ez, mondjuk Dénesen a férjemen kívül, mert őt nagyon érdekelte, meg engem. És meglepő volt, hogy a fiatalokat is egyébként, akik eljöttek kötetben mutatóra, vagy találkoztam velük, a középgenerációt, az idősebbeket. Tehát volt egy utóélete, amikor mondták, vagy írásban is elküldték, hogy ők mit éltek át a háború alatt. Ez megismétlődött a következő regénynél, az Elszakítva, ez pedig a felvidéki magyar kisebbségi sors, és a magyarság a kitelepítésektől, lakosságcserén keresztül, deszlovakizációig, és szinte hihetetlen volt, hogy itt is milyen sok család és mennyire érintettek vagyunk, hogy szülő, nagyszülő onnan jött, rokonság egy része, és elérkeztünk nagy léptekkel haladva a Hazátlanokig, amely tavaly a könyvfesztiválra tavaly áprilisban jelent meg. Tehát amikor megírtam a felvidéki magyarság hányattatását, megpróbáltatásait, ez akkor eldőlt, hogy a németekét is, hiszen a Benes dekrétumok egyformán kollektív bűnösséggel sújtották a magyarokat és a németeket. És nem is helyezhetjük mérlegre a megpróbáltatásokat és a szenvedéseket, de a németek sorsa még tragikusabb volt, hiszen egy az egyben deportálták őket.
elűzték őket szülőföldjükről. És akkor, ha megszületett az elszakítva, és akkor utána következett a német kisebbség. Most egy kicsit olyan történészi gondolatmenet volt ez, de szeretném mondani, hogy ezek regények, tisztán szép irodalmi szöveg, ezt András is alátámasztja szerintem. Van benne szerelmi szál, mert lennie kell, hisz az élet erről szól, ugye, még bármilyen tragikus történetek füzére is, és hát ha nem könnyű olvasni és befogadni, de akkor is jól olvasható, ez egy kicsit most paradoxon, amit mondok, de szerintem értik. Igen. Én úgy érzem, hogy aki beleolvas, az biztosan érezni fogja, hogy bár valóban nyers, erős, kemény, fájdalmas történelmi tényeket ismerünk meg, de egy kedves fiatal lány, Lili, visszaemlékezéseiben csodáljuk, és nőnap van, szabad is mondani, egyébként is mondanám, csodálatos női erővel, érzékenységgel, okossággal éli az életét, marad talpon. És én azt is mondom, hogy minden fájdalmak ellenére a regény erőt ad az olvasónak, részben a cselekmény is megengedi ezt. Hadd ajánljam a hétfői színházi előadást is, de átadom neked a szót. Amikor írtad, ugye mondod, hogy nem gondolkodol azon feltétlenül, hogy a műfaja, a szerkezete milyen lesz, de hogyan jutottál el a színpadi változatig? Hogyan érezted azt, hogy igen, ez a sors, ez meg tud elevenedni a deszkákon? Hát miután a regényt megírtam, utána már könnyű volt. Mert hogy magából a regényből készült egy felolvasó színház, és gyakorlatilag egy kétszemélyes produkció, egy színésznővel, és hát az íróval, az írót én személyesítem meg. És a regény 400 oldal, és ebből úgy dramatizáltam én saját magamat, úgy dramatizáltam, hogy legyen egy íve ennek a produkciónak, és egy 70 percben különleges korabeli vetítés, fotókból készült vetítésekkel, bejátszásokkal, zenével mutassuk meg ezt a regényt felolvasó színház keretében is. Amit András mondott, tehát a főhőse 17 éves a regény kezdetén, Lili Hartmannak hívják, Kézsmákon, diáklány, a regény végén pedig 25 éves, 8 év telik el, de a 8 évben, és a regény Bajorországban ér véget, illetve úgy, hogy Amerikába utaznak egy ösztöndíj, férje ösztöndíjával. Tehát az a 8 év, amely Kézsmákról Bajorországig vezet, azért ez a német kisebbség szenvedés története, megint ezt a szót használom, mert eközben a németek ellen elkövetett tömeggyilkosságoknak tanúja, a volt szlovákiai koncentrációs táborban számozott rabként raboskodik egy évig, amikor deportálják a többiekkel Bajorországba, akkor a volt náci koncentrációs táborokat nyitják ki, és ő Dachau egyik altáborában, baraklakó 8 évig, és minden megpróbáltatás ellenére az a fiatalság, amely a háború után kiverekedte magát a romokból, úgy Bajorországban, vagy a volt Németországban, mint Magyarországon, és felépítette egy új világot. Mutatja azt, hogy Lili Hartmann és az ő társai erősek, bátrak, és hát a jövő letéteményesei, ugye? Így van. És hát ennek a jövőnek persze az alapja a fantázia, a képzelet, akár az alkotott, kitalált történetekben is. Amikor először hangzottak el mese töredékek, bevallom, akkor még úgy éreztem, hogy az csak úgy véletlen a karakter egyik mellékvonása, de újra és újra visszajönnek ezek a kedves tátrai mesék, és egyre inkább megértettem, hogy fantázia, világteremtő erő az kell ahhoz, hogy a mélypontokon túljussunk. Ezt a regényt polgári foglalkozásom mellett, de tény és való, hogy 3 évig írtam. Közben elég nagy kutatómunkát folytattam, és hatalmas adatbázisokkal vagy forrásokkal találkoztam, nagyon terjedelmesekkel, túlélő, Brünni halálmenet túlélőjé, és olvastam őket, és
voltak olyan rettenetes történetek, amelyek ugye, amíg egy szép irodalmi szöveg válik belőle, az hosszú idő, és addig állandóan benne élek, és akkor nyilván nem tudtam este 8 órakor letenni és elfelejteni, és akkor volt időszak, amikor rémálmú gyötörtek. Tehát azt olvastam, dolgoztam föl, hogy miket követtek el ellenük, és mik történtek, és akkor persze, hogy foglalkoztatott, és akkor mondom, rémálmok gyötörtek. És akkor teljesen véletlenül találkoztam egy Tátrához kapcsolódó legenda gyűjteménye, Grósz Alfréd, a Kézsmáki gimnázium legendás tanára volt, Tátra kutató, hegymászó, és ő gyűjtötte szisztematikusan, milyen hiedelmek, mondák kapcsolódnak az egyes csúcsokhoz, völgyekhez, tengerszemekhez, és így tovább. És ez annyira üdítő volt. Olvasom a tanúvallomásokat, amikor megérkeznek Bajorországba, és akkor szisztematikusan veszik föl ezrével, és mondják el a rettenetet, és emellett mondjuk olvasni a zöld tó legendáját. Annyira felszabadító volt, és akkor nekifogtam, és mesét írtam, és hát azt lubickoltam. És megírtam a mesét elejétől végig. Egyszer volt, hol nem volt itt a vége, fuss el véle. Hát ha véletlenül lenne nálad egy ilyen mese, akkor örömmel hallgatnánk. És meg van egy ilyen mese, és úgy gondoltam, hogy ilyen trauma regények után, akkor én most egy mesét hozok, annál inkább, mert a regényben csak töredezve egy-egy eleme található. Úgy gondoltam, hogy inkább állva olvasom el ezt a mesét, hogy akkor talán akkor mindenki jobban lát, és így élvezetesebb lesz. Hát itt Nyíregyházán, Törzsökeres nyíregyházi vagyok, és hát egy síkságon élünk, ugye? Úgyhogy én egy domtól is meg tudok hatódni, hát a Tátrától meg pláne. Úgyhogy beleszerelmesedtem a Tátrába, és ezek a mesék is a Tátrához fűződőek, mint említettem, és most azt választottam, hogy hogyan teremtődött a Tátra. Tehát a Tátra teremtése a mese címe. Messze innen, vagy talán nem is olyan messze, található egy különös hegység, a nagy Túr-Túr-hegység, amelyet manapság Tátrának neveznek. Vulkáni működés, kőzetfelgyűrődés millió évekkel ezelőtt a tudósok valahogy így magyarázzák a keletkezését, de én nem vagyok tudós, csak egy mesemondó, és az én mesém szerint bizony a Tátra nem holmi természeti erők által, hanem egyenesen az Úr akaratából, a ma bizonyos hat napnak egyikén némi kacskaringóval teremtődött. Szóval az úgy történt, hogy az Úr a világ teremtésében éppen Magyarországot fejezte be, és afeletti örömében, hogy olyan csodaszépre sikeredett, szusszanás nélkül nekifogott a magas hegyek, nevezetesen a Tátra megteremtésének. Csipkészszakos sziklacsúcsok, rohanóhegyi patakok, havasi rétek, halsugó zöld fenyvesek, fátyolvízesések, feneketlen tengerszemek. Az Úr nem látott, nem hallott, úgy elmélyült a teremtésben, hogy az angyalt, aki leereszkedett hozzá, észre sem vette. Az angyal világért sem zavarta volna meg Urát nagy elfoglaltságában. Csendben lélegzetét is visszatartva nézte, hogyan gyűrődik a föld, s löki ki magából a hegyeket, hogyan bújnak elő a sziklahasadékokból a patakok erek, duzzadnak a mélyben tavakká a vizek, aztán kis idő múltán mégiscsak megköszörülte a torkát, és illedelmesen így köszönt. Áldás, békesség! Mire az Úr csodálkozva fölpillantott a munkájából, futólag rámosolygott az angyalra, bólintott is neki, de már is fordult vissza a teremtéshez. Ide sejmes fűvű havasi legelőt, oda sebes vízű patakot, réz és ezüstércet a hegygyomrába. Szélsebesen került elő a keze elől mindaz, ami egy hegységhez feltétlenül szükséges. Az angyal nem győzött csodálkozni és ámulni, s két elragadtatott ah és ó között azt gondolta, hogy ami ilyen könnyen és gyorsan megy, az nem is lehet olyan nagy kunszt, s hogy az őrködés és védelmezés mellett, ami időtlen idők óta a feladata, egyszer, csak egyetlen egyszer nagyon szeretné ő is kipróbálni a teremtést. Nagy vágyakozásában végül összeszedte minden bátorságát, megköszörülte ismét a torkát, és azt mondta, pihenj egy kicsit, Uram, majd én folytatom helyetted.
Az úrnem kis meghökkenéssel nézett rá, majd némi bizonytalansággal a hangjában azt kérdezte, képes lennél rá? Há, miért ne lennék képes? Bátorodott fel az angyal, s izgatottan hadarva így könyörgött. Csak engedd meg, uram, és bízzál bennem. Majd meglátod, hogy amit én alkotok, sem lesz rosszabb a tiédnél. Ha minden áron akarod, ha feltétlenül meg szeretnéd próbálni, ám legyen, befejezheted, amit elkezdtem. Válaszolta egy sornyi töprengés után az úr, s elnéző mosoly jelent meg az arcán. Köztünk szólva, jóságos atyai szíve bármit megengedett volna szeretett angyalának, de azért magában azt is gondolta, hogy ami olyan jól meg lett alapozva, mint a tátra, történjék bármi, úgysem lehet elrontani. Az úr magára hagyta tehát az angyalt, és tovább sietett észak felé. Amikor pedig készen lett egy újabb, gyönyörűséges vidékkel, elhatározta, hogy mielőtt ránéz kedves segédjére, megmutatja azt is neki. Befejezted már a munkádat? Kérdezte a felhőkön át tőle, és az igen válaszra meginvitálta magához. Az angyal sebesen szájra kapott, és már a magasból olyasmiket kiabált elragadtatottan, hogy csoda és gyönyörűség, s valóban alattuk a síkság, akár egy virágos szőnyeg, zsíros fekete szántóföldek, aranyló búzamezők, tarkabarka gyümölcsösök, vidáman csörgedező patakok, ezüstszínű folyók, a dombokon szőlőtáblák, a hegyoldalakon sűrű erdők, a völgyekben kövér legelők. Az angyal nem győzött csodálkozni és lelkendezni, s az úr hagyta is egy darabig, mert szó mi szó, neki magának is jól esett annyi tengernyi munka után megpihenni és gyönyörködni egy kicsit az alkotásában, de mivel 6 napja volt csupán az egész világra, nem engedhetett magának túl sok tétlenkedést, ezért így szólt. Ássuk, te mire jutottál. Az angyal izgatottságában, és mert előre örült a művéért járó dicséretnek, tiszteletről, udvariasságról megfeledkezve, az úr elébe vágott, és szélnél is sebesebben suhant a tátra felé. Az úr ugyanazzal az elnéző szeretetteli mosolya a nyomában, mint amikor ráhagyta a teremtés játszadozást. De Istenem, atyám, ne hagyj el! A helyszínre érkezve, az eléjük táruló látványtól szóhoz sem jutottak. És hogy mit láttak? Mindjárt elmondom, de előbb kanyarodjunk vissza oda, hogy miután megengedte, hogy kipróbálja a teremtést, az úr magára hagyta az angyalt, aki rögvest munkához is látott. Legelőször gondolkodott egy sort, és arra jutott, hogy ahhoz, hogy virágzóvá és termékenyé tegye a tátra vidékét, semmi másra nincs szüksége, mint sok-sok melegre, amit pedig úgy érhet el, ha minél közelebb emeli a földet a naphoz. Ezért irtatlan mennyiségű követ és sziklát gyűjtött össze, és addig tornyozta őket egymásra, míg nem a felhőket átfúrva már-már égig érő hegyekké nőttek. Szikla-szikla hátán, ameddig a szem ellát. Nagyítóval sem lehetett volna egy rendes síkságot találni. Legfeljebb csak síkságocskát, vagy sokkal inkább sík foltocskát, azt is csak mutatóban. A baj pedig akkor történt, amikor az angyal elrepült megcsodálni az úr legújabb alkotását. A felhőszakadás, amely távol létében zúdult a vidékre, olyan hatalmas volt, hogy az utolsó göröngyig lemosta a termőföldet a sziklákról, amelyek így lecsupaszítva hatalmas égre ért felkiáltó jeleknek, a belőlük kiálló kőcsipkék és cakkok sárkányfogaknak, az óriás fekete szájként átongó szakadékok és szurdokok a pokol lejáratainak tűntek. Szó mi szó, a tátra zordabbra, félelmetesebbre szándékosan sem sikerülhetett volna. Mit csináltál? Kiáltott fel az úr döbbenetéből fölucsodva. Szegény angyal meg csak hebegett, habogott ilyetten, hogy ez nem az ő műve ez, mert őben más, mint amit itt hagyott. És ő nem akart egyebet, mint fölemelni magasra, a felhők fölé a vidéket, hogy minél több napfény és meleg érje, s ezáltal virágzásnak induljon, termőre forduljon. Te balga te! Éppen az ellenkezőjét érted el. Még a szegény zab sem lesz képes megteremni, mert mielőtt beérne, megfagy. Tudatlanságot miatt a tátra a hideg és az éjség birodalma lesz. Ami ellen most már nincs mit tenni, dörmögte az úr szomorúan, arcát kezébe temetve. Ne aggódj, uram, suttogta bűnbánóan az angyal. Azt hiszem, tudom, hogyan lehetne mégiscsak orvosolni a bajt. Kérlek, engedd meg, hogy embereket is teremtsek ide, és meglátod, a sovány legelők hogyan változnak majd termőszántó földekké.
Azt már nem, dörgött rá most először mérgesen az úr. Ha játszani akarsz, menj máshová. Oda, ahol nem tudsz semmit elrontani. A tátra az enyém. Én leszek, akiben népesítem. Így történt, hogy az úr ehhez a különös tájhoz, ehhez a különleges hegyvidékhez megalkotta a hozzáillő, szintén különleges embert, a gorálokat, akik szálfatermetűek, nyílt tekintetűek, lábuk, mint az acél, szemük, mint a sasé, okosak, egyenes jelleműek, rendíthetetlenek, energikusak, vállalkozó szelleműek, azért, hogy azon a vad és mégis szépséges vidéken, amelyet az angyal alkotott, élni tudjanak. Szól. Pap Tünde Judittal fogok beszélgetni, és nagyon könnyű átkötni, hiszen a mese az mézízű látomás, ha úgy vesszük. A kötetében a képzelet, az érzések, az én olvasatomban két fontos csomópontban sűrűsödnek, az egyik a hit, a másik a szerelem, és a kettő fölött valahol a latin amor, ami egyszerre jelent szeretetet és szerelmet. Hogyan jutott el ezekhez a versekhez? Mi az előtörténetük a szövegeknek? Úgy történt, hogy 4 évvel ezelőtt egy óriásit fordult velem a világ. Akkor elkezdtem egészen új dolgokkal foglalkozni, tudatosan élni az életemet, tudatosan keresni a boldogságot, és megvalósítani magamat, mint egy kiteljesedni. És bátorkodtam megírni az érzéseimet, úgy, ahogy azok jöttek. Hát Isten tudja, hogy történt, de egy reggel felkeltem, és úgy éreztem, hogy nekem írnom kell. Tehát jöttek az érzések. Ez éppen a lányomnak a születésnapja volt, 2016. március 9-én, és egyszerűen megállíthatatlanul jöttek a gondolatok. Ezt a hit és a szeretet irányította bennem. És onnantól 2 évem úgy telt el, hogy az életemet és a mindennapjaimat, teljesen átszűrték ezek a gondolatok, ezek az érzések, amiket nekem ki kellett írnom magamból. A mérhetetlen szeretetet, de a fájdalmakat és a csalódásokat is. Először ismerőseim javasolták, hogy regisztráljak, azt hiszem, hogy amatőr költők számára van létrehozva több portál. Én az egyiken megpróbálkoztam, és azóta is rendszeresen publikálok ezen az oldalon. És aztán egyszerűen csak hallgattam a sugallatokat, nyitott szívvel fogadtam minden újdonságot, minden jót, és hagytam, hogy engedjem magamhoz ölelni azokat az embereket, akiket így a sors az utamba vezérelt, hogy kísérjenek és segítsenek. És figyeltem az alkotói pályázatokat, a pályázati lehetőségeket, és amit csak lehetett, megragadtam. Több mint 100 versem van, ebből 33 istenes vers. Az istenes versek azok úgy születtek, hogy igazából egy Mária Pulcsra tartó gyalogos zarándoklaton lett az első ilyen gondolatom. Akkor is volt nálam toll és papír szerencsére, és le tudtam jegyezni ezeket a gondolatokat. A szerelmes versek pedig rólam, belőlem, nektek, mindenkinek, hogy táplálkozzatok belőle. A fájdalmas gondolatok is vannak benne, szomorúak is, de ettől érzem magam hitelesnek, hogy ezeket is meg kell írnom. És mi az élet a versek mögött? Mivel foglalkozik, miközben nem ír? Hát miközben nem írok, nagyon, nagyon egyszerű prózai módon megfogalmazva egy ügyvédirodában dolgozom itt Nyíregyházán, most már 10 éve, és hát nagyon szeretem a munkámat, és egyszer csak úgy gondoltam, hogy valahogy ebben fejleszthetném is magamat, és kicsit tanulok is hozzá. Úgyhogy jelenleg a Debrecen Egyetem Állam és Jogtudományi Karának a végzős jogi asszisztens hallgatója vagyok, úgyhogy most ez tölti ki az életemet. Most kevesebb idő jut az írásra, de
Ha jönnek azok a gondolatok, bizony levettem őket papírra. A verses kötetének a végén van egy kis portré, ott meghatározó olvasmányokra hivatkozik József Attilára, Adira és ha jól emlékszem Juhász Gyulára. Vannak-e még mellettük olyan írók, költők, művészek, akiket szívesen olvas? Nagyon szívesen olvasok Més László papköltőtől, és hát Szabó Magda pedig egyenesen a nemes egyszerűséggel a példaképem, úgy tekintem őt. Kortársaktól is sokat olvasok, de én próbálom úgy olvasni a verseiket, hogy csak ilyen elnézést, de felületesen. Tehát én nem akarom, hogy megragadjon másnak a gondolata, mert nem szeretném, hogyha nem, utána magamat nem tudnám adni úgy, ahogy én vagyok. Tehát nem szeretnék senkit lemásolni. Szeretném, ha néhány verset felolvasna. Nem így terveztük az elején, de úgy érzem, hogy jobb, ha beszélgetünk egy kicsit, és következzenek most azok a szövegek, amiket ön választott. Hát elsőként arra gondoltam, hogy mivel nőnapi ünnepségről beszélünk, szerintem a nőt valahogy megpróbálnám kiemelni az egyik versemmel. Ha megengedi, akkor majd én is felállnék. Tehát szerintem a nő a boldogság maga, az örök tavasz és a titkok kertje. Ehhez szerintem a Titkok kertje című verset választottam. Nem tudom hallani így. Titkok kertje. Nézd le a mélybe. Titkok kertjébe, kincset remélve szívem rejtekébe. Hol a boldogság magva születését várja. Hová őt az Isten érzékeny burokba ültette, bízva, hogy az igaz szeretet egykor megtalálja. Lágy hangon szólítsd meg, kibújik a fényre, megismerni téged. Megismerni, megszeretni, soha többé elengedni. Féltve óvd őt mindig, éltesd igaz hittel. Tápláld el nem múló tiszta szeretettel. Akkor majd a remény rejtelmes és örök tavasz illatára a boldogság mag csodás virágot hajt, és az egekig nő. Egyre nő, töretlen, beragyogva élted a végtelenben. A hangzó versnél nem lehet nagyobb és erősebb élmény, mégis a nyomtatott szöveg is legalább olyan különleges tud lenni, pláne ha a versekkel egyenrangú fotók ékesítik a kötetet. Egy pár szót erről is mondjon, a fotókról, a versekről, a képek és a szavak világáról. Én hobbi természetfotós vagyok, és nagyon sokat fényképezek, és számomra ihletet egy virág is tud adni a gondolatokhoz. Úgyhogy színesítik virágképek ezt a kötetet, amiket én fotóztam, és van, amikor valóban a virághoz jött egy gondolat. Csak kizárólag arról szeretnénk beszélni, amiket én fotóztam a könyvben. Bármelyikről lehet. Úgy érzem, hogy meg kell említenem, mert én nagyon büszke vagyok erre, hogy a hátoldali borítóját a testvérem tervezte. Ezt a grafikát, ő tetováló művész Németországban él, és ezt, hát ezt nem tudom kihagyni, egyszerűen ezzel dicsekedni kell. Sokkal értékesebbnek tartom, mint az én fotóimat a könyvben. Ne szerénkedjen. A borítófotót pedig egy fotoművész barátom, dr. Papangéla készítette rólam. Készül-e újabb kötet? Tervek vannak egy költőnél, ez tudom, hogy nem egyszerű dolog. A versek azok nem biztos, hogy engedelmeskednek bármilyen tervnek. Most kötetet nem tervezek. Majd
úgy hagyom, hogy a sors így a szárnyaira vegyen, és akkor majd ahogy sikerül. Írok, nem folyamatosan, tehát korábban két év telt el, amikor folyamatosan írtam, és ennek a két évnek a gyümölcseként született ez a kötet 2018. szeptember 25-én. Azóta kevesebbet írok, de mint mondtam, tehát ha jön a gondolat, akkor azt mindenképpen meg kell örökíteni, de még egy kötetre való most nem gyűlt össze. Hát az idő nagyon szorít bennünket, de azért egy-két verset még örömmel hallgatnánk meg. Köszönöm. Persze. Először legyen egy rövidebb, egy vidámabb. Egy olyan verset választottam, egy kis rövidet, vidámat, ami még kötetbe nem került be. A nálad felejtett mosolyom. A szerelem az életem. A nélküled perc félelem. Örömránc az arcomon, édes kis gombóc a torkomon. Nálad felejtett mosolyom, a legszebb ajándék az élet színpadon. A szerelem a végzetem, és lesz utolsó lélegzetem. Szerintem maradjunk a vidámságnál, jó, vannak szomorúk is, de úgy érzem, hogy az most nem illik ide. Fagyöngyalat. Jöjj, kedves, játsz kicsit velem, összebújva, szerelmesen, játsszuk, hogy nem számít semmi, csak együtt boldognak lenni. Mezőn vagy virágot szedni, pittypangot arcodba fújni, patakpartján megpihenni, vizébe lábunk lógatni, időmúlást nem törődni. Csillagos ég alatt járni, a csend hangjait hallgatni, fagyöngy alatt csókot csenni. Játsszuk, hogy nem számít semmi, csak együtt boldognak lenni, gyermeki szívvel szeretni, és együtt megöregedni. Köszönöm szépen a beszélgetést. Megint csak nagyon szépen és simán hullámzunk át a következő szöveghez, témához, hiszen a szerelem Rebeka művének is az alaptémája. Mielőtt beszélgetni kezdenünk, olvasd fel azt az írásodat, ami a fiatalság, a nőiség, a játék, a szerelem világa. Köszöntök mindenkit, köszönöm a meghívást is. Kettő novellával érkeztem erre az alkalomra, és az elsőt, ami a Megbolondult a világ címet kapta, szeretném most felolvasni. Nem egyszer, nem is kétszer került már romantikus regény a kezembe. Számtalan alkalom akadt, amikor elvonultam a világ elől egy szerelmes történettel, amelyet élvezettel olvastam végig, egy betűt sem hagyva ki. Miért is tettem volna, ha a végére mindig rózsaszín szemüveg került a szememre, és olyan szerelmesnek éreztem magamat, mint a főszereplő lány. Ezt az érzést kerestem már minden könyvben, végül aztán a valóságban is kutatni kezdtem. Hiába mondták nekem, ilyen nem létezik. Hittem benne, mert már annyiszor olvastam róla, és nem számított semmi, csak az, hogy megtaláljam az én hős lovagomat. Így aztán elhatároztam, hogy valóra is váltom ezeket az álmokat. Mikor találkoztam egy olyan fiúval, aki már éppen hasonlított az elképzelt karakterekhez, annyit jártam az utcájába, hogy végül elhívott randizni. Nem én hívtam előt, nem is utaltam rá soha. Elvégre a belevaló főhősnőket mindig meghívják valahová, akik rendszerint nemet is mondanak először, hogy felkeltsék a fiú figyelmét és beindítsák a vadász ösztöneit. Így tettem én is. Kérettem magamat, azt mondtam, éppen nem érek rá, de ha legközelebb időben szól, esetleg igen mondok. Ám ekkor gyorsan elolvastam a soron következő romantikus történetet, hogy újabb praktikákat szerezzek. Aztán a regénybe, a kinézete alapján annyira nem illő fiú bebizonyította, hogy jelleme miatt mindenképpen egy külön történetet érdemelne. Elhívott máskor, én pedig tartottam az ígéretemet, és igen mondtam,
de kikötöttem, hogy csak is romantikus helyre vihet. Ennek rendje és módja szerint fel is vettem a csinos, térdigérő, csipkés, piros ruhámat, megcsináltattam a hajamat, szolíd sminket dobtam fel, és izgatottan vártam, hogy megérkezzen a lovagom, lehetőleg időben, csokorral a kezében. Nem késett, de nem hozott virágot, csak egy buszjegyet, ami azért már is több bizakodásra adott okot, mert nem fizettette ki velem. Ő sem volt csúnya, inget visel, de farmerral, és úgy tűnt, számára a romantikus helyszín igazából egy hangulatos vendéglőt jelent. Nem vitt Michelin csillagos étterembe, az asztalon még gyertya sem volt, de azért jobb volt, mint egy meki. Haza sétáltunk, mert buszjegyre már nem telt. Ő fizette a vacsorát, és én erősködtem, hogy fizetem a magam részét, ahogyan eddig a könyvekben olvastam, ő meg hárított, hogy ó, ugyan, ez belefér. Mosolyogva köszöntem meg neki, és amikor hazaértünk, nyomtam egy puszit az arcára, mert az első randin nincs csók. Már csak az volt a kérdés, mikor lesz a második. Vártam, hogy írjon, mert én ugyan nem akartam neki. Mindig a fiú lép. Ha már annyira férfi, álljon a sarkára, és vegye kézbe az irányítást. Ezért aztán 3 napig nem is beszéltünk. Amikor ismét találkoztunk, megkérdeztem, miért nem írtam neki, mire összezavarodtam, és azt mondtam, nem volt otthon internet. Nem igazán hitte el, én meg kétségbe esetten rohantam haza, felcsaptam a kezem ügyébe kerülő romantikus regényt, és kerestem a választ, de nem találtam. Ilyen egyetlen lányjal sem történt. Ezért olyat tettem, amiről eddig még csak nem is olvastam. Írtam neki, és azután minden egészen jól haladt. Újból beszélgetni kezdtünk, aztán pedig izgatottan vártam, mikor fogja bevallani, hogy ő nem is erről a világról való, hanem hogy egy vámpír, földön kívüli vérfarkas, király, herceg, sellő, félisten, a múltban érkezett, titkos szervezeteket irányít, vagy éppen olyan erő birtokában van, hogy akár keze egyetlen legyintésével a fél emberiséget elpusztíthatná, a másik fele meg önként hódolna be neki. Az én szívem már meghajolt előtte, így okkal vártam a nagy vállomásra, de az nem érkezett. Ezért kipróbáltam azt, amiről olvastam. Bajba kerültem. Amikor velem volt, az egyik autó elé léptem, mire azonnal visszarántott. Csak éppen nem ugrott az autó elé helyettem, ahogy ezt elvártam volna. Sőt, még csak az időt sem hajlította meg, ráadásul nem ordított vissza a sofőrnek, hogy vigyázzon jobban élete szerelmére. Helyette az én fejemet üvöltötte le, mondván nem lehetek ilyen felelőtlen. Ezért aztán nem is kerestem őt. Nem értettem, mi történik, ilyenről én még soha nem olvastam, de arról persze igen, hogy összevesznek a szerelmesek, minek utána jön a lovag és hűséget, meg örök szerelmet ígér a lánynak, aki gondolkodik egy kicsit, majd rábólint az ajánlatra. Teljes nyugalommal és elégedettséggel vártam rá, de nem jött, nem érkezett a lovag. Nem hogy fehér lovon, de még csak busszal se. Egyszer aztán felhívott, hogy menjek be a városba, találkozzunk a Mekiben. A Mekiben. A buszjegyet én fizettem, egyedül sétáltam át a gyors étterembe, és leültem elé, várva, hogy tegye el a telefont. Amikor letette, felén fordult, és azt mondta nekem. Megbolondult a világ, mióta veled vagyok. Szó szerint ezt mondta, mire ez a bolond világ fordult velem egyet. Megkértem, hogy fejtse ki, mire azt válaszolta, hogy ő ezt a nyomást nem bírja tovább, mert bármit tesz, az nem lesz elég. Először nemet mondtam neki, majd túl nagy elvárásaim közepette, Meki helyett vendéglőbe vitt, és fel kellett használnia az apja kártyáját, mert nem volt nála elég zseppénz. Még csak meg sem csókoltam ezért, és nem is írtam neki, mikor várt volna valami reakciót. Mikor meg már lemondott volna rólam, újra felbukkantam, és folyamatosan veszélybe sodortam magamat, számtalan kellemetlen helyzetbe keverve őt. Folyamatosan összezavartam, és valószínűleg olyan dolgokat vártam tőle, amelyekre egyértelműen nem képes. Azt mondta, ez így már túl sok, nem bírja. Nem tudja, mit várok tőle, de ő ezt nem tudja megadni nekem,
Sajnálja, de kerestek mást, aki jobban passzol hozzám. Rögtön fel tudtam volna sorolni az összes rossz fiút, aki jó lett egy lányért, de hallgattam, mert úgy tűnt, ő még csak változni sem hajlandó értem. Legalábbis ezt hittem én, de kiderült, hogy ő más áldozatokat hozott az elmúlt napokban. Inkább nem mondtam el neki, hogyan láttam én kapcsolatunkat, hanem elengedtem, mert tudtam, hogy miután kilép az ajtón, hamarosan visszajön, mert rájön, nem bírja nélkülem. Nem jött. Így aztán hazamentem én is, fájó szívvel becsuktam a romantikus regények fedelét, feltettem őket a polcra és elhatároztam, hogy inkább a valóságot választom, majd arról olvasok. Ha pedig az a nagy szerelem jönni akar, majd úgy is fog, és nem fog kelleni hozzá semmilyen könyvekből vett praktika. Köszönjük szépen. Nem sok időnk van, úgyhogy a beszélgetésből fogok lecsípni, hogy a másik novelládat fel tud olvasni, de azért szeretnénk megtudni, hogy ki vagy, honnan jöttél, mivel foglalkozol, hogyan kezdtél írni, mik a terveid? Katona Rebeka Dorka vagyok, 17 éves, a Kródi Gyula Gimnázium 11-es diákja. Egy református családból érkeztem, van egy nővérem és egy kisfugam. Nagyon szeretek olvasni, ez a kedvenc elfoglaltságom, ha idő engedi, akkor mindig ezt teszem, de egyébként a történelem a kedvenc tantárgyam. Éppen ezért nagyon szívesen olvasok történelmi témában, de természetesen a romantikus regények a kedvenceim. Ez a novella félig igaz történet, mert a kapcsolat nem történt meg a valóságban, csak a fejemben. Ugyanis számtalan olyan romantikus együttjárást képzeltem már el, amiről szívesen olvasok, és ha bár mostanában kezdem kinőni ezeket a történeteket, akkor is azokat a történeteket szeretem, legyen akár fantasy, disztópia, thriller vagy krimi, amiben megjelenik egy kis romantikus szál. Erős a fantáziád, de a személyiséged még erősebb, úgyhogy nem könnyű annak a fiúnak, aki veled próbálkozik. Vannak-e más témák, amik érdekelnek? Tudom, hogy 17 éves korban ez a legfontosabb, ez tölt be mindent, de foglalkozol-e más írói témákkal? Igazából sok mindent írok, ugyanis azt mondják, hogy az ember arról ír szívesen, amiről szívesen olvas, és mivel én ilyen sokszínű palettán mozgok olvasás terén, ezért írásban is sok mindent kipróbáltam már, írtam már fantasy novellákat, vagy reális ifjúsági történeteket, de természetesen mindegyikben megjelenik a romantika valamilyen szinten. És ott van benne az életismeretés, úgyhogy azonnal megkérlek, hogy a másik novelládat olvast fel. Az is fantasztikus, de én sejtem, hogy abban nagyon sok személyes emlék is van. Az a novella sem történt meg velem, de egyébként igen, vannak benne saját érzések és gondolatok, amelyeket belefűztem. Szeretettel hallgatjuk. A novella Ha felnövök címet kaptam. A kis Annácska azt kívánta a 7. születésnapján, hadd legyen olyan, mint az édesanyja. Sosem mondta, sosem mutatta ki, de minden egyes nap, minden egyes percében ámulattal csodálta a mamáját. Így hát, amikor elfújta a születésnapi gyertyákat, egy percig sem volt kérdés számára, mire használja fel a kívánságát. Azt kérte, hadd váljon olyanná, mint anya, még ha csak egy napra is. A kívánság pedig úgy tűnt teljesül. Amikor másnap reggel, érett 7 évesként ébredt fel, már érezte a változást. Nem tudta volna megmondani, hogy mi történt, de határozottan már nem az a kis 6 éves volt, hanem az a 7 éves nagy nő, aki olyan lesz a nap végére, mint az édesanyja. Reggel nem panaszolta hát el, mennyire fáradt, elvégre anya, azt sosem csinálja. Csak nőiesen ásít egyet, aztán felveszi az aznapi csinos ruháját, megfésülködik, lazas minket ken fel,
majd irány a konyha. Annácska egészen a szekrényig jutott. Töprengve merett a színes ruhákra, eszébe jutott, hogy anyám mindig van valami fehér ruhadarab, megjelenése elegáns, nem pedig színek kavalkádjából áll össze. Annácska kiválasztott egy fehér blúzt, szoknyát vett fel, de nem ám a kutyusos harisnyát húzta hozzá, hanem a tesztszínűt, amiben nagyon hosszúnak tűntek a lábai. Meg olyan mesztelennek is, de anya határozottan szereti megmutatni karcsú lábszálait a nagyvilágnak, így Annácska is lenyelte a kellemetlen érzést, mert hát egy igazi nő ilyen. Nem gondolta volna, hogy talál majd benne bármilyen kellemetlen érzést, viszont ha anya megbirkózott vele, ő is megfog. Visszament a fürdőszobába, kifésülte a haját. Rásandított a katicás csatokra, és arra gondolt, ma nem. Ma nő vagyok, ma olyan vagyok, mint anya, és kész. Egyetlen néni sem látott még soha bogaras hajcsatot, anyám pláne nem, így bezárta őket a szekrénybe, nehogy megkísértse a gondolat, hogy mégis felrakja őket. Rövid haját kifésült el szeméből, hátradobta a tincseit, már csak a smink maradt hátra. Ezen erősen gondolkodni kezdett, mert fogalma sem volt, mire jók azok a festékek, ráadásul múltkor apa le is kiabálta a fejét, amiért a párnára hímzett sellőt festette ki, sminkelés címszó alatt. Azóta a saját babáit sem merte a gyerek sminkkel kenegetni, nemhogy magát. Azért mégis elővette a csillogó dobozt, felpattintotta a tetejét, és az arcára kent belőlük egy kicsit, elvégre anya sem szokott túl sokat pepecselni vele. Nem lett túl bájos az eredmény, de ha nőnek ilyennek kell lenni, akkor ilyennek, nincs mese. Amikor levonult a konyhába, apukája nem tudta, mi lepődött meg jobban. Annácska nőies kinézetén, vagy az odavetett, csinálnál egy kávét, drágám, felszólításon. Annácska még csak nem is vette észre a döbbent tekintetet, egyszerűen felmászott a székre és hátradőlt. Aztán észbe kapott, mert anya nem holmi királynő, hanem igazi háziasszony, aki nem leül, hanem dolgozik. Beszaladt a kamrába, lekapta a műzlit a polcról, majd kirántotta a tejet a hűtőből, és három tálba készítette el a reggelit. Csinálnál egy kávét, drágám? Anya is megérkezett, nagyon csinosan, blúzban és szoknyában, hátadobott hajjal, lazas sminkkel. Észre sem vette a másik érett nőt, már lépett is a kamrába, de addigra már Annácska megpördült, és az egyik tányért apa elé helyezte, aki hatalmas szemekkel bámult rá, szavakhoz sem jutott. Nemhogy ahhoz, hogy készítsen nem is egy, hanem rögtön két kávét. Nyilván nehéz feldolgoznia, hogy már két nővel él együtt, gondolta Annácska, és leült a szülei közé az asztalhoz. Anya visszatért a kamrából, egy pillanatra megtorpant, majd szavak nélkül kommunikálni kezdett a férjével, ami azonnal feltűnt Annácskának. Azért úgy tett, mint aki nem látja, hogy a szülei a tekintetükkel beszélgetnek a feje fölött. Befejezte a reggelit, elmosogatott, és indult, hogy megmossa a fogait. Úgy utált fogat mosni, de anya sosem hagyta ki, ezért ő sem tette. Végül csizmát húzott, kabátot rántott, és beült anya mögé a kocsiba. Azt még nem tudta, hogyan kell vezetni, de kétségesen volt afelől, hogy a nap végére már minden menni fog. Az iskola előtt elbúcsúzott anyától, majd magabiztos léptekkel megérkezett az osztályterembe. Érezte, hogy sok osztálytársának a tekintete rátapad, tudta, hogy ez nőies kisugárzásának köszönhető. Amikor pedig a tanítónéni megérkezett, és rákérdezett, hogy milyen alkalomra öltözött ki, csak annyit mondott, egy nőnek minden nap különleges, nem kell külön alkalomnak lennie, hogy csinosan nézzen ki. Ahhoz sem kell külön ünnep, hogy nőiesen viselkedjen. Ezen a napon Annácska egyszer sem vágott mások szavába, illedelmesen kinyújtott kézzel jelentkezett, s csak akkor, amikor tudta a választ. Egy nő nem mond butaságokat, és ha már itt tartunk, nem mond olyanokat, hogy buta, pláne nem azt, hogy hülye. Meg is fékezte a nyelvét, amikor Kristóf beszólt a sminkjére. Annyit válaszolt helyette. Egy férfi mindig megdicséri a nőt, még akkor is, ha nem tetszik neki, amit lát. Kristóf tehát nem felelt meg a férfias magatartás követelményeinek, de ez persze nem tette hozzá. Egy nő nem sérteget senkit.
annál inkább kommunikál szavakon túli eszközökkel. Matek órán például erősen sugaltan tanító Rininek a helyes választ, aki fel is szólította, ő pedig bemutathatta mindenre kiterjedő tudását. Vagy szünetben Mátéval is beszélgetett egy kicsit a szemeivel, de úgy tűnt, Máté nem érti, amit üzenni próbált, mert végül mégis Dórival alkotott egy párt a tesi órán. Nagyon nehéz és kimerítő feladat volt olyannak lenni, mint anya. Mindenre oda kellett figyelni, sosem lehetett rosszat szólni, rosszul nézni, elegánsnak és udvariasnak kellett lenni, igazán nőnek. Ebédnél nem habzsolta két pofára a tejbegrészt, ahogyan a többi gyerek, hanem kihúzott háttal, finom mozdulatokkal ebédelt, méltóság teljesen fogyasztotta el az ételt. Még meg is dicsérte őt a napközis néni, ami igazi boldogsággal töltötte el Annácskát. A nap végén anya érte jött, beszállt a kocsiba, és már kezdte volna mesélni, miket élt át aznap, amikor eszébe jutott, hogy mit is szokott ilyenkor csinálni anyuka. Felé fordult és megkérdezte. Milyen napod volt, édesem? Anyukája elmosolyodott, és válaszolt neki, amit Annácska szépen végighallgatott, megvárta, amíg visszakérdeznek, és akkor ő is beszámolt arról, hány kisfiú jár az osztályába, és hány férfi. Utóbbiból egy sem akadt. Otthon aztán már megválhatott attól a szégyentelen harisnyától, kényelmes szerelést vett fel, és lement a konyhába, hogy segítsen vacsorát csinálni. Nyomott egy nagy puszit apa arcára, amikor megérkezett, végighallgatta az ő napjának eseményeit is, majd pedig kilopózott a garázsba, és rángatni kezdte a kocsi ajtaját, de az nem engedett. Hátra esett a lendülettől, beverte a fejét a padlóba, és hirtelen, minden nőiességét sútba vágva, ordítani kezdett. Anya és apa kiszaladtak hozzá, aggódva vizsgálták a fejét, van-e látható sérülése, de hamar kiderült, hogy a sebek nem ott, hanem Annácska lelkében voltak. Sírva mondta el, milyen nehéz volt ez a mai nap, hogy mindent úgy akart csinálni, ahogyan anya tenné, tele nőiességgel, tele bájjal. Arra azért nem számított, hogy ez ennyire fájdalmas lesz, és arra sem, hogy ennyire vágyik majd arra a nap végén, hogy elfújjon még egy gyertyát azt kívánva, hadd legyen újra gyerek. Anya nevetett, és megpuszilta a fejét. Azt mondta, Annácskának nem kell egyik napról a másikra nővé válnia, ez egy folyamat. Majd ő is nagylány lesz, utána pedig fiatal felnőtt. Minden erőlködés nélkül meg fog ez történni vele is. Ő pedig ott lesz, hogy minden helyzetben mellette legyen. Köszönjük, köszönjük szépen. Köszönjük. Egyetlen kérdés a végén. Megengeded-e, hogy majd az első kötetedet én mutathassam be? Természetesen, amennyiben megjelenik majd egy kötetem. Ez persze egyedül nem fog menni, mert kelleni fog hozzá az Úristen akarata is. Akkor majd szeretném, hogyha tanár úr mutatná be. Nagyon köszönöm. Élek a lehetőséggel. Köszönöm beszélgető partnereimnek ezt a jó hangulatú nőnapi irodalmi délutánt, Juditnak, Tündének, bocsánat, már zavarban vagyok, és Rebekának, és köszönöm a hálás közönségnek is a figyelmét. Én pedig nagyon szépen köszönöm Andrásnak és a három hölgynek ezt az igazán mély, tartalmas, vidám, szellemi izgalmakban is bővelkedő beszélgetést. És most a romantikus beszélgetés után romantikus dallamok következnek. Csernák Mónika és Csernák Tibor előadásában. Azt hiszem, hogy őket kevésbé kell bemutatni, hiszen Nyíregyházának, illetve az országnak nagyon népszerű házaspárja, zenész házaspárja. Tibor a Polip Band együttesnek 30 éve a vezetője. 2003-ban a bázongorista verseny döntőjébe került, tehát nagyon sokat énekel, illetve játszik Szirota Jenniferrel, ugye megyénk büszkeségével, valamint Kosik Anitával, és még sorolhatnám. És most pedig együtt fognak egy nagyon szép romantikus duettet előadni. Ezzel szeretnénk a
hölgyeket és természetesen a férfiakat is köszönteni rendezvényünk befejező részében. Hallgassák őket nagy-nagy szeretettel. Köszönjük szépen a meghívást először, mi is. Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Itt megijedtem a fiatal ember, amikor leült, hogy ennyire hangban nem fog tudni énekelni, hogy ezt neki elmegye. De igyekszünk. És ha már a könyvtárban vagyunk, egy megzenésített radulóti versen indítunk. Thank you.
Eredetileg olasz szám, de a Korda Balázs házaspár énekelt el, és ez Jolikának nagyon tetszett, azt hiszem a Valentina Pinusra. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Nagyon szépen megköszönjük a Csernák házaspárnak, hogy a mai délutánunkra rátették a koronát. Csodálatos volt. Megköszönöm minden közreműködőnek, íróknak, akik a mai estén örömmé és ünneppé varázsolták a nőnapunkat. Én mindenkinek csak azt kívánom, hogy ez folytatódjon tovább, hiszen nőnap csak vasárnap lesz, és ha ezt még lehet fokozni, akkor ilyen örömteli legyen, ezt kívánom. És még Krúdi Gyula szavait idézném ide, a nagynyíregyházi író, aki, és ezt a férfiak figyelmébe ajánlanám, aki azt mondta, hogy a nők bolondságait tessenek csak nyugodtan helyeselni, a kicsinyességükön felülemelkedni, a szép ruhájukat és frizurájukat megdicsérni, és még tudnám ezt folytatni. Tegyék ezt a hölgyekkel! És még fokozzuk a hangulatot, ha még lehet fokozni, és lehet. Két nagyon helyes fiatalember jó voltából álljatok fel, Laci és Szilárd. Ondero Szilárd és Csabai László, a Nyírség Könyvtár Alapítványnak a vezetőjé, illetve könyvtárosa, kedveskedett nekünk pezsgős kocintással. Azt hiszem, hogy kevesen vannak a könyvtárosok közül, akik férfiuk, és ilyen fiatalok, és ilyen helyesek, és ilyen kedvesek, hogy idehoztak nekünk pezsgőt, hogy nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy ezáltal is ünnepélyesebbé tettétek a délutánunkat, és mindenki legyen szíves odafáradni, és akkor ezzel zárjuk a mai estét. Nagyon szépen megköszönöm mindenkinek, hogy itt voltak, remélem kellemesen szórakoztak, és jövőre veletek ugyanitt.